Egyébként az osztrák dandárparancsnoknak, Rasztics uramnak nem kellett volna ebben az ütközetbe beleállni, de ő beleállt, hát horvát ember az nem egy olyan visszavonulós típus, beleállt, és ha már itt volna a hídnál és elfoglalta, akkor azt mindenáron meg is akarta tartani, hogy a napdicsősége az olyan legyen, hát ha kap ezért egy Mária Terézia rendet, amit azért olyan dolgok kiraktak, ami nem várható el egy parancsnoktól. A huszárok nagyon megkedvelték ezt a vízi átkelést, úgy tűnik. A lovak nem biztos. Úgy hallottam, itt nem olyan régen is találtak egy huszár csontvázat itt valahol a tápió mentén, hát valószínűleg most már látjuk, hogy hogy került bele. Háj, de ismét sikerül az átkelés. Nagy tapsára huszároknak ezért. Köszönjük szépen, igazán látványos, szép. Higgyék el, a világon nem sok helyen lehet látni ilyet. Szép volt, huszárok. És a lovasság tevékenység alatt a magyar gyalogság, látjuk, ismét fölvette a harcrendjét. Tüzérség támogatásával felkészül a végső rohamra. A hidat birtokolni kell. Szabadságharcban 1848-49-ben a hidaknál nagyon sok harc folyt. Akár itt, akár 60-nál, vagy Piskinél, vagy Kápolnánál, Komáromnál. Nagyon sok helyet tudunk mondani, ahol a hidak birtokáért ment a harc. A csikósok lehet, hogy nem éppen ehhez vannak szokva, de most éppen kaptak egy szép kis sortüzet. Leállták a sarat, becsületükre legyen mondva. Sőt, hátulról támadják az ellenséget. Ez igazán meglepő. Hát a csikósokat azért is tartották a honvéd seregbe, hogy meglepő manővereket hajtsanak végre. Egy darabig a honvéd sereg közelékébe harcolt Rózsa Sándor és csapata is. És ráadásul nagyon vitézen, nagyon derék módon. Csak az a volt, hogy harcok között is folyamatosan fosztogattak, úgyhogy előbb-utóbb azért csak eltávolították őket a hadseregből. Közben úgy tűnik a nagy csel, hogy a betyárok lefoglalják a császárok figyelmét, a magyar csapatok pedig elindulnak Földvári Károly vezetésével a hidon át, a császári gyalogság pedig tétlenül nézi. Hát, ez azért, ez nagy csel, lássuk be. Na most már csak meg kell tartani a hidat, de én már a magyar parancsnok küldi is az erősítéseket. Jönnek az újabb és újabb csapatok. Úgy látom, a hidon van már egy kormánybiztos is, aki a politikai támogatást is megadja. Sőt, jönnek a markotányosok is, hogy szomjan ne halljanak a vitézek. Nagyon szép volt. És a hírim már van, milyen? A harmadik hadtest szinte teljes gyalogsága átvonul most már a hidon, a tüzérséggel megerősítve. Két egészen kiváló ütegparancsnok, Freuderre és Filipovics
kapitányok ütegei is átvonulnak, akik már közvetlen közelről fogják majd lőni a császáriakat, hogyha ott a hídnál kibontakozódnak az események, de még egyelőre a honvédek nem tudnak tért nyerni. De valószínűleg be kell látniuk a császáriaknak, hogy itt most már, ha még egy rohamot végrehajtanak, és az nem sikerül, akkor vissza kell vonulni. Két császár, illetve Horváth Dandár ezt követően szép lassan kezd visszavonulni, de nehogy azt gondoljuk, hogy menekülésszerűen vonultak vissza, erről szó sincsen. Annak idején innen egészen a településig, ez egy viszonylag nyitott terület volt, és sok-sok homokbucka, és minden egyes homokbucka sor az alkalmat teremtett a császáriaknak, hogy ott megálljanak, védelemre rendezkedjenek be, és sortüzekkel, a lövegeik tüzével lassítsák, nehogy Isten megállítsák a magyar sereg előre nyomulását. Tehát kérdés, hogy sikerül ez valójában bizonyítani. Nézzék azt a gyönyörű fogatott löveget átvonulni a hídon, igazán gyönyörű látvány, egy igazi szép 6 fontos, ami egy alaplövegnek számított 1848-49-es szabadságharcban, de nem csak a honvédseregben, hanem Európa legtöbb hadseregében hasonló löveggel harcoltak. És itt megnézhetik azt is, hogy egy ilyen löveget hogyan tesznek harchoz. Lemozdonyozzák, kifordítják a mozdony közben, hátra megy, és utána már lehet a töltés, célzás és a lövések. Huszárok újabb fürdetésen vannak túl. És immáron ez a szép magyar honvéd alakzat itt a Tápióbicskei oldalon sorakozik fel. Köszönöm, az időjárás és a napfény most nagyon segít nekünk, hogy egy fantasztikus látványban legyen részünk. És valóban egy ilyen nagyon szép, szinte hiteles képet kapunk egy 1848-as ütközeti képre. Közben most már a magyar tüzérség lövései elérik a települést is, úgyhogy egyre inkább a ház és a falu szélső házai sorba gyúlhatnak fel. A falusiak már fönn vannak a felső dombokon, annan nézik egy gyönyörű látványt, és olyan faluk elég. Ennek azért valószínűleg nem annyira örültek. Erre gyújtották meg, látod? A magyar gyalogság folyamatosan tért nyer, halad a település felé. Horvátok szorulnak vissza a házakhoz.
És nyilván nekik nem az a kérdés, hogy mindenáron megtartsák a települést, hanem ameddig lehet védelmezik, és utána megpróbálnak elszakadni a magyar csapatoktól. Persze úgy, hogy viszik magukkal a sebesültjeiket, hiszen sebesülteket nem adjuk hátra, de lehet még halottakat sem. Most egy kisebb ellentámadásnak vagyunk a szemtanúi. Jó szemügyre vehetik, hogy a honvédseregben nem csak férfiak harcoltak, hanem hölgyek is ott voltak. Ha nem is harcoltak feltétlenül, de segítették a katonákat élelemmel, itallal, mosással, minden módon, hogy minél inkább harckészek legyenek. Persze voltak, akik harcol is vállalkoztak, ismerünk néhányat személy szerint is, már mint a nevüket, akik ott voltak a huszárok, vadászok vagy gyalogosok között, de jó részt inkább a katonák harcoltak.